5 hónapja már, hogy nincs közöttünk dr. Tordján József, aki 84 éves korában, januárban békésen elaludt. Az azóta eltelt időszakról dr. Tordján Józsefné Csemáriával beszélgetünk. Kezét csokolom, köszönjük szépen, jó reggelt, hogy itt jó van. Kívánok. Ugye ön most ad először televíziós interjút, amióta a férje meghalt. Mesélje már el, hogy most hogy van? Hát köszönöm szépen, most már túl vagyok a megrázkódtatáson, mert amikor a férjem meghalt, akkor nagyon hirtelen történt. Nem számítottunk rá, hogy bármi is történhet vele, mert előzőleg kint volt a szobájából, és én kérdeztem, hogy vagy Jóskám, és azt mondta, hogy jól, csak még egy kicsit visszafekszem. És a testvére Németországból hívott, és mondta, hogy Marikám, rossz a vonal, leteszem, majd visszahívlak. És addig bementem a szobájába, és addigra már halott volt. Szóval ez olyan megrázkódtatás volt számomra, hogy talán most vagyok először olyan állapotban, hogy tudok róla beszélni. Nem volt ennek semmi előjele, mert 2016-ban azért voltak szív problémái. Igen, voltak, méghozzá egy ilyen szívriptus zavarral bevittük őt a Kútvölgyi Kórházba, de olyan jó, erős gyógyszert írtak fel neki, hogy mikor kihoztuk, akkor elmúlt ez a szívritmus zavara, úgyhogy ennek semmi következménye aztán nem volt, és karácsony még nagyon szépen megéltük, és hát annyira szeretném az utolsó akaratát véghez vinni, hogy tulajdonképpen ezért nagyon erősnek érzem most magam, mert nem volt utolsó akarata ugyan, de mégis azt szerette volna, hogy a Földművesek napját megszervezze. De sajnos közben meghalt, és ezért most van egy alapítvány, a dr. Tordján József emlékére alapítvány, amelyet az egyik ügyvédtársa és barátja hozott létre, és az fogja átvenni a helyét ebbe a megállapodásba, hogy megszervezi a Földművesek napját. Bocsánat, ez az alapítvány nem csak a Földművesek napjáról szól, hanem ugye arról is, hogy síremléket állítsanak dr. Tordján Józsefnek, hogy köztéri szobor lehessen, amelyet róla mintáznak, hogy dokumentumfilm készüljön róla, és hogy egy olyan weboldal, egy olyan honlap, ugye, hogy a modern időket is egy picit fölvegyük a listára, amely Tordján József munkásságáról szól magáról. Igen, és az az igazság, hogy tulajdonképpen már el is készült a sírkő a Farkasréti temetőbe, amiért nagyon hálás vagyok, mert én még most ugye nem tudtam volna ezt megvalósítani, és ez az alapítvány, ez létrehozta, és ez nagyon boldoggá tesz szintén engem. Hát most ezért én is nagy munkában vagyok, mert az alapítványnak én vagyok a kuratóriumi elnöke, és ezért a Földművesek napját mindenáron létre szeretném hozni. Ez Csokonya Visontán lenne szeptember 16-án, és fővédnöknek úgy szerette volna a férjem, hogy a mindenkori mezőgazdasági miniszter legyen a fővédnöke. A Fazekas Sándor már, aki most jelenleg a földművelésügyi miniszter, el is fogadta ezt a tisztséget. Úgyhogy ezzel remélem. Köti le magát, ami most jól is esik, gondolom, hogy elfoglalja igen, magát folyamatosan. Igen, nagyon-nagyon jól. Mit csinál esik még szabad idejében? Hát a legtöbbet magammal foglalkozom, mert muszáj volt az idegállapotomat rendbe hozni, és most járok egy ilyen melegvízű fürdőbe, a Gellértbe, és egy hideg víz, meleg víz, ez a kúr, ez is nagyon jót tett nekem, és főzök mindig, minden alkalommal, ha lehet, mert ez is elveszi az időmet. És, neki mi volt a kedvence egyébként, amit főzött? A férjemnek? Igen. Hát ő egyszerűen, amit én főztem, az neki minden ízlet. Azt mondta, hogy így senki nem tud főzni, mint én. És nagyon szerette a szabolcsi ételeket, mert ugye ő Máté Szalkai születésű volt, és szerette a lecsós krumplit.
ez egy csodálatos, finom, kevesen csinálják a lecsót, külön kell főzni, és a krumplit sós vízbe, és utána egybeönteni, és akkor egy kis cukrot bele. És de csak bogyiszlói paprikából, jó? Mondja Mária, 61 éve ismerkedtek meg a férjével, és azon túl, hogy volt néha közös főzőcskézés, mi az, amit a legjobban megkedvelt benne annak idején? Hát a szíve. Sokan nem tudják, hogy ő hegedűművésznek készült. És akik közelről megismerték, beszéltek vele, akkor ezt az énjét fedezték fel, ezért szerették őt nagyon sokan, mert ha beszéltek vele, akkor mindenkit meghallgatott, mindenkinek tanácsot adott, ha tudott, segített, és ez, amit én is rettentően szerettem benne, hogy ember szerető volt, és nagyon szerettük egymást, úgyhogy... Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is a lehetőséget.